Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek! Sziasztok, ez itt a Let's Up, És induljon az egyedi lapok következő része! Now, Haladunk tovább itt a, itt a méncsetes ménvonaton, vagy hát nem ménvonaton, néha ménvonaton. Néha ménvonaton, Megyünk tovább igen. Itt, a, itt, a, itt az általában csempek hazájában. Így van, és első csempünk hár lesz, Void régióból feltételezem. És, és honnan tudod, meg? hogy nem a Bogár régió? Lehet, hogy Bogár régió, de szerintem Void régió lesz ez. Szerintem Bogár. Ami nem létezik, úgyhogy... Na. Szóval hármas drop, egy négyes sattal rendelkezik, a tűnlap, ma a mondjuk illik, és minden elköltött két mana után summon egy voidlinget. Oké, okay. ez ha az elég para. Nem hangzik rosszul, igen, van, és akkor levelápol, hogyha 7 darab efemerál unitot Látott meghalni. Látott okay. meghalni 7 darab nem. A unitot. Nem, szín, szín. Az nem. azt jelenti, hogy nem csak a tiédet, hanem az ellenfélét is. Igen, igen. Jó hangzik. Egy Void Heka instant level up oldatja. Aha! Vagy igen, nem Void... A... E... Void e... e... Ephemeral Zed Heka. E... Void Heka... Szóval level up ugyanezt megtartja és ad nekik plusz egy damage-et és egy random keyword-ot. Oké. Okay. Jó! Igen! Egyre brokerebbnek hangzik. Mit csinál a Voidling? Egy Ephemeral 1-1-es egy unit nulla mana-ért. Oké, okay, tehát ad nekik plusz egy -egyes statot level up plusz izét? E... Hát kettes egyes lesz és egy keyword-ot kapnánk. oké, okay, rendben. Oké, okay, Gresp, ez az ulti a játékban. Standard enemy unit and all voidling strike them. Ez 60 man alapból lehúz neked voidlingből hármat. Igen. Amik ugyan bele is halnak, de mondjuk egy mi a faszom az Neverglade Collector mellé, ez így elég erőteljes. Ez elég Shadow buginak hangzik, igen. És hát ma az a hárból ennyi, ez a négy lapot készítettétek el hozzá, de ez így ez egy broken. Ez egy broken, aha. Ez így azt mondom, hogy tényleg egy, egy Neverglade kollektorral, meg a hintázó kislányjal, ami aha. a 03 as kis Neverglade kollektor, teljesen broken. Akár é, még van. a Demácia sárkány, vagy az a sárkány is jöhet Shadowhide-ból. Igen, meg, meg Hekával is nyugodtan, mert ugye Summonol folyamatosan lucian sem rossz, hanem, mert már Demáciát említetted szerintem, mert ez alap konkrétan liverpool őt is, meg a <laughs> Így a harmadik kör, vagy negyedik körbe simán. Az a jó, hogy a Shadow, ez azért, azért lenne jó játszani, mert konkrétan nem kell semmi, csak kontrolllapok, malzahár, és amúgy csak így hányod a voidlingeket, amikor le van malzahár, és decol. Igen, igen. Ja, ez elég erősnek Igen, ez, ez elég így... erősnek tűnik, de nem mondom, hogy broken, szerintem én adok rá egy kekszet, mert tetszik a koncepció. Nekem is tetszik amúgy. Annyi, hogy ö, ja, még most így elég erőteljesen hangzik a, főleg, hogy a tűntet, hogy vagy valami jó kis everywhere buffal. Aha, a izé, Unyielding Spirit, vagy mi az? Spirit, ja, az, ja, ja. Meg az FMR buffolóval most I, már I, ugye a izét igen. is megcsinálták. Igen. Úgyhogy, ja, 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 ez fincsi hangzik. Na, de nézzünk egy másik szupportot, Zira. Ez neked úgyis nagy kedvencem. <laughs> én imádom Zirát. Immobile, hát gondolom Runeterra akar lenni így a régi De várjál, Fateid és Immobile? Fateid és Immobile, igen. A kör elején csinál egy Garden of Thorns-t a kezedbe, és három kört túlélt a lap. Akkor fog levelápolni. Level Igen, level még mindig immobile, még mindig csinál egy Garden of Thorns-t a kezedben, és minden kijátszott blussom után plusz egy HP-t ad Zirának. Oké, okay. Garden of Thorns. Deadly Spines or Grasping Root, oké, okay, ez a két uh, unit, amit tud csinálni. A Deadly Spines az Overwhelm Ephemeral, 3-1-es. Oké. Okay. A másik meg 1-3-as és Tough. Nem. Hmm. Egy FMR átáfjúniknak semmi értelme. Round hát starton? ezt csinálja a Garden of hogy hívjákkal, és ezt kizod játszani egy hármas burst spell. Aha. Tehát, hogy amikor, amikor Zira uh, körelején csinál egy ilyet, ezt kiátszhatod három manáért, ami a kettő közül csinált egyet, sosem fogsz grasping rúcot csinálni, soha. Mi a faszomnak csinálnál, egy, egy hármas tough ephemeral unitot ha csinálsz egy három egyes overbem FMR átjutott. Hát, nincs olyan, nincs, olyan szenárió, ahol el tudom képzelni, hogy burstbe jó, nagyon maximum akkor, ha valami overwhelm ellen védekezel, és az az egy plusz HP kell, hogy le tud védeni. Amúgy igen, nekem is több problémám van. Egy drága a spell uh, hozzá. Kettő, a champ Fated Immobile. Megértem, hogy miért Fated, mert gondolom triggerelni kell azt, hogy, be tudja tehát, hogy életben maradjon arra a három körre. Tehát ezt a részét megértem, de akkor se így csináltam volna, akkor inkább legyen 0-4-es, vagy 1-4-es, mint Zilán, hát, vagy, vagy, működ, vagy működjen mint... úgy, mint a, a... Milyen sárkány az a nullás damage-el? For, 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 fortitude? Nem. Formidable. formidable a formidable aha. sárkány, hogy nem, há, nem damage-et kap, hanem HP-t kap kettőt, amikor megeszi. Legyen így a Fated is az iránál. Mert egyértelműen arra akarunk vele játszani, hogy ő nem megy be a kombatba, hanem úgy szépen ott van a hátsó sorba, bár talán nem immobile amúgy ezt, szóval hanem nem tud támadni. Nem, az az immobile. -ját. Na mindegy. Szóval, hogy hogy hátsó sorban van, és akkor csinálj ezeket a tornzokat körönként folyamatosan, viszont akkor meg már a level up verziója ne adjon HP-t, mert Fétiddel úgyis fel tudod tölni, tölteni, hanem a, nem tudom, egy, a, a növények erősödjenek. Na, jó, nem, nem tetszik a koncepció, hogy nincs benne annyi, tehát hogy így, hogy immobile a champ, így nincs benne annyi value a másik két, tehát a leidézett szutykokban nincs annyi value, hogy ez megérje szerintem. Én azért mondom, hogy én úgy csinálnám, hogy a, ezeket buffolja ilyen everywhere buffként, érted? Aha, vagy és, valami. akkor, és akkor van értelme a tough-nak is, mert többet le tudsz védeni, hogyha védekezned kell, meg az overwhelm is egy overwhelm unit, hagy hízza Igen, én nem érzem a value-t benne, nem érzem az erőt benne. Na, én de nézzük előszper. meg a fejét, Give all enemies, minus one and all have no light this round and create a zero in your deck. 60 a slow wave, vagy faster? Ah. Nye. Nye. Nem, nem. Nekem ez egy picit túl gyengének tűnik. Mm, igen. Ez, 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 ez nekem most rá ezt jelenleg. <laughs> hát igen, az a baj, hogy ez szerintem sem jó. Nem, nem jó a koncepció benne. Sajnálom low budget, de nem, nem látom hogy ez hogy lenne hasznos Miért játszaná bárki Igen. Az miért? egyetlen egy hasznos dolog tényleg Ez a 3-1-es deadly spines De, de le, kell, raknod, le kell, kell hozzá raknod ke Második körön zirát Túl kell azt a kört zirával Nem tudsz onnantól csinálni semmit És három manáért van jobb megmaradó egy... Overwell unit, amit kijátszhatsz. Van egy lapod, amit, ami immobile, kevesebb hp -ja van még ráadásul, mikor level up -ol. Azt egy szerintem db. csak hiba. Egy damage-et kap, de mondjuk annak semmi értelme stíl, és konkrétan egy quietus megöli az egészet. Igen. Egy manáért. Igen, de mondom szerintem a level up csak el van írva. Lehet. Cok kétlem, hogy... Lehet, és akkor nézzük itt a... Azt mondja, van hozzá egy csomó blossom lap. Na nézzük a blossomokat. Ja, um, hogy jött hozzá ilyen kis, aha. Shadow Eyes, Nature Strikes Back. Azt mondja, hogy öt van a fast spell megöl egy saját unitot, és felhilleli a Nexus alatt annyiért, amennyi hp volt neki. Oké, okay, tehát itt már mondjuk a, a az, wow. hogy, az, hogy buffolód a HP-jukat egy fokkal már talán jobb. Mondjuk azt lehet nem raknám fast spell ezt a lapot. Miért? Azért, mert hat manáért tudsz simán csak ölni, és ez ugyanaz. Ja, de ez elájtal. Ele, ez elájtal. ez Amennyi oh, hp van, annyival oh, hinni a Nexus. Én viszont én levinném négyre. Amúgy nem te, amúgy ja, tetszik, ja, én hiszem, hogy el nem amúgy is meg Tetszik alapkoncepciója, de öt ér egy picit soknak tűnik. Igen, um, igen, mert öt ér ott van a hill, a, a targonos hill, ami négyet hill el, és azért jelen helyzetben ebbe a nem nagyon lesz négy hp több. Viszont emeli alap mellé, meg pláne úgy csinálnám, hogy a boss blossomok kapjanak Plusz Aha. Tehát, hogy azok kapjanak everywhere buffot. Mert akkor viszont ez tök jó kinyírni vele utána, amikor szükséged van rá. És már is, már is negételve van az, hogy egyébként Zira egy immobile champ. Aha. Jó, oké, rendben, legyen. Legyen. Mm. Na nézzük a következő blosszunkat. Size Nature. Egyes, Shadow Eye, kettő egyes, tata, félszám, mi más lenne? When an ally kill me, create a two ephemeral copy of me in your deck. Ö, jó, ez nem rossz, de miért ephemeral csinál? Mert ma az a hárhoz készült. Á, ah, értem. De most tényleg miért, ma, miért, miért Ephemeral-t csinál? Hát már ez mert... Ez egy tök jó ilyen pörgős, olyan lenne, mint az a nem tudom milyen Vine. snapvine Snap De nem, 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 ez inkább olyan, mint a... Nem, 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 nem is olyan, mert ha nem lenne Ephemeral, akkor ilyen, tényleg olyan lenne, mint a... Aha, és akkor így gyűlik szépen, és lehet everywhere lenne buffolni, zaválós. lehet everywhere buffolni, lehet vele játszadozni. Hát, Szépen akkor... hosszú távon carry verre nyomni. Végül is, ja. És Shadow eyes egy jó kis self-killer revival azért meg lehet pörgetni, ha van egy-két buffod rá. De ha fmr csinál, akkor egy. Ja, igen. Jó. Igen. Dreamy Bud. Három a surima 04. Amikor egy enemy megöl engem, a következő körbe stunnolódik. Jó, mivel nulla damage -e van, ki a faszom fogja ezt megölni. Igen. Igen, tehát így meg te is blokkolni. Hát, ja. Ér... Ezt blokkolni tudsz ezzel a unittal, de... Igen, nem mindig tudsz hmm. olyan jó itemben dönteni azzal, hogy az ellenfeled mit, véd, tehát, hogy mit védesz le, Aha. nem is tudod ezt úgy elönteni, hogy ezt feltétlen megérje. Igen, tehát nehé nehéz azt a unitot levédeni, amit megírja. Főleg úgy, hogy csak védekezésből fog tudni meghalni ez a lap, tehát a következő körben hiába aztán le, mert mondjuk nyilván egy nagyobb damage érdemes egy atakból kiszedni. Igen, tehát amikor berakott támadni, mm. akkor nem fogják levédeni ezt, nem. hogy lesz a következő körbe, úgyhogy nem, nem igazán tetszik a koncepció ennek a És bárta. még mindig nincs semmi, amivel damage tudunk bu buffolni a Blossomoknél. Doom Petal, Blossom, Fury. van a Fury Blossom. Fury. Mivel lehet buf Mit buffol Zira a blosszomokon? A Zira semmit. Vagy? Nem, Zira, a ziráknak ad a minden egyes kiátszott blosszom után egy plusz hp Ezért mondom, hogy ez úgy ah. lenne jó, hogy a blosszomok akkor a blosszomok kapnának egy nullát vagy egy egyet, everywhere. Aha. Minden blosszom. És akkor azt mondom, hogy... Valid. Hogy akkor valid, mert akkor Zira elfoglal egy helyet, technikailag lehetne akár landmark is, mert lófasz nem fog csinálni és csak így buffolgat, ott van a háttérben. A Fétid nem rossz rajta egyébként, mert ha kicsit rátergetelsz, hogy megvédd, akkor az tök jó egyébként, de... De így ez így, így, nem jó. Nem tudod semmivel buffolni a lapjaidat. Igen. Egyiket se. És mindegyikre rá, mindegyik úgy néz ki, hogy arra épül, hogy majd később lesz baszó. Igen, 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 igen. De nézzük a Na sveti Sproutot, ő is blossom. Uh, Bundle City Elusive, Grandmine Supported Ally Impact. 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 Oké, okay, 4 négy, van a kettő kettő. Ez már legalább nem egy rossz lap. Hát, picit drága. elúzív négy mana. A supporti nak Impact az nem olyan rossz, de... Hmm. Ebben a Blossomosba úgy tűnik, hogy sok ephemeral lesz, tehát valószínűleg... Hát, ah, nem tudom. Nem tudom. Mivel Grant egyébként ezzel lehet lehízani az impacteket. Igen, 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 az a része nem rossz. Most azt nézem, hogy van -e olyan Blossom, ami... De nincs. Az vagy nincs. Exact copy csinál a... Nem, ephemeral copy ephemeral csinál. copy csinál. Belőle. Igen. Mert ha még exact copy csinálna, akkor azt, azt, lehetne pörgetni úgy is, hogy ephemeral. Aha. Hogy folyamatosan stacker rajta ugye az impact, de... De az is elég körülményes azért ez a volt. Igen. Igen. De mind a value benne van. Jó, mindegy. Nézzük tovább. A targonos növényke. Kettő van egy-egy -e, targon. Attach spell shield. Oké, okay, ez nem olyan ez rossz. Ez nem rossz. Moon Ez ez nem rossz. Aha, ez egy két mana irac, és spe, 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 meg egy-egyet -egy, egy unit. Ez amúgy elég kire. Ez egy valid, valid lap, igen, <coughs> igen. Igen, igen, igen. Azt mondja, pure flowering. Két mana slow. Húz egy csempet a deckedből, és ad neki plusz egy, nul, plusz egy statot, tehát plusz egy damage és tough ez, ez se rossz. Ebbe, ezzel teljesen egyet tudok érteni, ez egy egész hasznos lap lenne amúgy Demáciának, aki eléggé szenved a húzásban. Ja. Csak aki... legyen burst. Ne, bőrsz ne legyen. Az, hogy Há, is ad egy csempnek fixen, az, az erős. De slow húzás. Igen. Majdnem minden húzás bőrsz. Nem, szüktör. de még az izébe is van slow húzás. Surimába ne. például. Mi? A lap, ami hogyha slayet egy gyógyíthat a körben, akkor, akkor drénel az ellenfél szuszából kettőt, és húz egy csempet. Vagy húz egy lapot, Igen. és az csak lapot húz simán. Az, hogy egy csempnek plusz egy damage-et ki tudsz hát osztani, plusz táfot, szerintem az teljesen broke. Oké, okay, legyen így. Fejjord növényke, nézzük az, icy woods-ot, icy Woods azt mondja regenerate 5 mana 0-6-ostat, azt mondja minden alkalommal, amikor túlél damage-et, akkor mit csinál? Nem damage. Frostbite the strongest enemy. Az frostbite? Igen, az a frostbite jele. Wow, tényleg? Igen. Wow. Na jó, hát akkor frostbite the strongest enemy. Na, okay. ez már jó. E ez már így egy jobb lasszom. Ez már mondjuk igen, ez így egy fejjord hmm. bugi, ez így elég sok, elég jó, tehát első lapnak berakod védekezni. És teljesen jó vagy igazából, mert akkor már kiszeded még egy takulót. Nagyon, nagyon figyelnék el az ellenfelednek, hogy milyen sorrendben támad. Na és, na és látod, így már a, hogy hívják lapnak is van, egy minimális értelme emellé, hol volt? a Dreamy Bud mellé, mert te ráforszolod, hogy a legerősebb unitja legyen legelőször, hogy ne legyen Frostbite-tól, amikor túléri attól az ütést, és akkor berakhatod elé a Dreamy Bud ot hogy az meg le legyen stannolva a következőben. Jó, én egy dolgot kérek, mert amúgy látok, mert látok Aha. spicy lapokat ebben, tehát látok fantáziát ebben a Blossom Melonica, meg az írás dologban, én egyet kérek, zirálnak egy pici rework mehet, és inkább, Igen. inkább menjen rá a Blossom buffokra, maradhat az immobális is akár, csak tényleg tehát valamit a blossomokkal kezdjen, tehát amíg nem van mondjuk körvégeken, buffolja. vagy azokat, amikor lerakod, akkor vagy hát vagy, vagy damage-et ad, aha, tehát ilyen, ilyen, permába valamit csináljon, vagy ha Zirához nem szeretnének hozzányúlni, akkor egy-két olyan kiegészítő lapot, ami valamilyen everywhere buff a blossomoknak. Az, hogy Zirához muszáj hozzányúlni, mert különben semmi értelme nincsen a, igen. a, szedbe. Igen. Tehát a blossomok önmagában hasznosabbak, mint Zira. Igen, igen. Igen. Úgyhogy Zirának muszáj valahogy a blossomokat vagy folyamatosan idéznie, vagy minden kör elején manifestelnie egyet random ezek közül, amit még ki tudsz játszani, vagy nem tudom, de te így Zira ilyen formába teljesen fölösleges lap. Igen, én is kicsit ezt érzem, hogy nem szükséges hozzá blossomok között viszont kettő vagy három. A, a, Pure Flowering, az Icy Woods, meg a Moon az kifejezetten Aha, azok nagyon a Igen, a Sweetie Sprout sem rossz egyébként szerintem. Abban látok fantáziát. A, a, más, a több másik a három többi az, az nem olyan meg. A Doom Petal nem rossz, de... Á, de áll, áll, van, van, jobb sárkány, amit berakok Ma helyette. helyette. Bármilyen hozzáteszem, Ionia Fury azért az nem sok van ha fel tudod húzni, tehát ha tényleg lenne valami Everywhere buff, amivel 80 mana azt mondom, már mondjuk egy ilyen, ti, egy ilyen ö, 10 8 rakom le, már oké, okay, rendben van, azt mondom, ámen. Igen. De, de így nem. Akkor is inkább úgy él élném, ha random kreálnám. Igen, 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 igen. Na, Na de nézzük szettet. Nagyon csempesre vettük most a figurát. Set 5 mana, Ionia. 3-6. Regeneration. Oké. Okay. És kör elején azt mondja, hogy ha elszenvedett damage az előző körben, akkor ugyanakkor a mennyiségű damage oszt ki egy random ellenségnek. Az igen. Tehát így, hogy regenerét, ez még akár ez egy akkora... is bele tud menni. Nem tud, mert Ionia és csak egyet fogsz tudni berakni, emellé olyan fejordot fogsz rakni, mint a bűn, hogy a HP-a -ja végtelenségig nőjön. Hát az is, de, de Noxus az, ahol tudod ütni a saját unitjaidat. Tehát noxus meg tudod azt csinálni, hogy te csapkodod a saját unitodat, akár többször egy körbe ezzel belefintelve, és mellette meg azokat a demincseket kiosztja neked mm. a következő körbe. Igen, Tehát... csak úgy sokkal sérülékenyebb a lapot, ha még te is hát, őt hát, van így is, és Ioniában is van egy csomó lap, amivel tudsz HP-t ah, Mondjuk ez igaz, ott is tudsz adni egy csomó Burst két van, a három HP-t van, akkor ott a Vuju style, amivel megint csak tudsz két, van, ja, ezért ez három van, két hp t kiosztani neki. Egy, egy csomó, minden van, amivel tudod hílelni, és ha Ja, végül is nem, nem, nem is mind Ja, is ja, jó ja. az elképzelés, ne félre, Sőt, akár demáciával is jó az elképzelés, a izé kibaszott single kombattal. Igen. Mert amit kiszenved Demis, azt kiosztja a következő körben is, Igen. ha mondjuk épp megölsz valamit. Igen, igen. Ami ötöt akkor 5 de is instant a következő körben. Ez így első ránézésre iszonyatosan erős ilyen is lapnak hangzik. Ez az, amit el kell tüntetned, ahogy meglátod a, 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 a az a És utána akkor... 6 hp az nem egyszerű. Nem, föl kell regenerate, és akkor, akkor level up hogyha 10, 10 damage. et túlélt. Túl a Braum. Brown. Brown. Oké, okay, pedig... Ha túlélte a damage-et kettő vagy attól kevesebb élettel, akkor dupla damage oszt. Tehát, ha kettő HP-ra fed le, akkor tizet kioszt a következő kör elején random Igen. Minéra. Vagy hát, ha több HP-ja volt, akkor... Jó, ez oké, okay, ez itt már lehet nagyon lutri is, mert mondjuk azért létgémben, amikor már az ellenfelnek is általában sokszor van egy full -ja, oké, okay, kihúzhat nagyon jó unitot, de mondjuk, a, mondjuk egy feltöltött Nora Velgárnál mondjuk azért hmm. elég kicsi az esély arra, hogy mondjuk pont Weigárt fogja kisznájpolni, de és lehet az is, hogy egy egy-egyes leszumoló unitra fog Igen. rámenni ez a 10 damage, amit kioszt. Tehát ez lehet két élő kardien meg tud szivatni a randomness miatt, viszont ettől függetlenül azt mondom, ha, ha jó dekkel játszod, én nekem pont azért jut eszembe még pluszban, uh, mi a faszom az. No. Noxus? Uh, Noxus, mert ott vannak strike spellek még pluszban, uh, amikkel lehet pörgetni, és ha ezt jól tudod csinálni, ez egy olyan szinten vesz... Erős kontroll vesz lehet Erős ön. kontroll, board control, olyan szinten veszedelemben tudod az ellenfeled boardját nullán tartani, Aha. hogy egy két-három atakkal, még ha nem is ütsz nagyon lapokkal, csak mondjuk egy négyes meg egy hármas ürintal, akkor is egy négy kör alatt le, az ellenfelet, mert nem lesz lapja védekezni, Így mert megölsz mindent. Így van, teljes mértékben meg lehet vele baszni. Úgyhogy bárki. ez nekem kipaszott erősnek tűnik. Igen, amelyik. bár nekem hozzá kell tenni, hogy a level up verziója egy kicsit visszahúzott a brokenségéből, mert igazából nem hát, annyit duplázott, ezt akartam mondani, de a csemp alapból, mint a, magában. Broken. Igen. Igen, és a Liverpool verzió egy kicsit visszahúzott hogy jó, hát Előbb-utóbb Liverpool-i fogod igazából a mert úgyse fogod ki centizni, hogy két Mert ha nem legyen. tudsz velem még csinálni, úgyse tudsz. Ha például Noxus játszod és nulla manája van és három hp állt meg, akkor ha neked még van két manád, akkor azt a Blood et vagy mi a fasz, ami egyet megüt és kettő-kettőt ad valaminek, azt rárakod. Igen. Hogy meg legyen az, az extra damage, de, de ja, nem ezt, erre fogod játszani. én Noxus-szal játszanám első körben amúgy. És akkor sets facebreaker. Facebreaker, send the two left most enemies. Ja, hát ez... Wow! Ez király amúgy. Dupla, aztán három manáj. Igen. Tehát úgy, hogy az ellenfelednek amúgy se lesz bordja. Igen. Valami csodával határos módon leraksztam mondjuk egy egymanás lapot, tök mindegy egy Noxusból bármilyen Nexus damage-es csak leraksz. Az ellenfeled rak lapot, mert mi muszáj védekeznie, lerakja mondjuk valamelyik négy manás baszodalmát, hogy valami unitja legyen, ami ott tud védekezni, és akkor egyszer csak így a facebreaker-t így pattintod. Aha. Hogy nesze. Aha. És két unit le van stunnolva. Oké, okay, rendben, teljesen valid, igen. Teljesen ki lehet szedni egy, e egy, jó, egy jó Gondolj körbe. bele, szedten egy equipment csak. Aha. Egy bármilyen equipmentet rádobsz erre a unitra és ripperóni. <hums> teljes mértékben. Oké, okay, hát ez elég brokenül hangzik. Erre, erre, nem tudom, hogy er, er, a brokenekre szoktunk kekszet adni? Nem, arra broken szoktunk Akkor adni. Akkor erre, erre adj egy broken nyugodtan. Mert ez, 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 nekem teljesen broken. Szed teljesen broken, a face együtt. Hát azt kell, mondom, tehát lekerül, és ha az ellenfeled ott van pont, hogy nem tud vele éppen mit csinálni, akkor vagy az van, hogy az ő támadói körben is ültök, mert nem fog támadni, Igen. Hogy, ha nem tud vele mit csinálni, hogy ne tudja szedni. Vagy a következő körben a te ez ne végezz ki egy unitot. Igen, hogy ne végezzem ki, így van, vagy az ő támadására ne hagyom ja. meg az, hogy jut, ami kell, úgyhogy ja. igen, ez egy elég uh, spicy lap. Így van, így van, amúgy tényleg elég durvának néz ki. Sajnos nincs hozzá több dolgunk, de azért Nem ez is Nem is elég. Ezt, ezt a három lapot így beilleszed a játékba és broke the game. <laughs> amúgy igen, vannak ilyenek. Na, nézzük, úgy látom, hogy most egy kicsit eltávolodtunk a csempektől. Spirit Weaver. Ionia, 3 a support, give my support to the last oké, okay. csinál egy fleeting copy magamból arra a körre. Csinál egy fleeting copy magamból. Hát ab, abban, amire rárakod, igen. Copy of me. Fleeting copy of me in your hand, oké. Okay. Bármilyen ellány lehet. Hát... Három mana, egy, kettő. Azért lehet vele spamolni lapokat, amiket szeretnél csinálni. Tehát flittinget csinál belőle. Tehát mondjuk ez Ioniánál, mivel tudom elképzelni, akár valamelyik, ezt, ezt mondjuk találni valamilyen Arisdekbe, Arikenen, be mondjuk maybe, mert mondjuk Kenent tudod vele pluszba, tudsz vele csinálni egy plusz Kenent, Last Breath Jó, csak fleeting. Hát oké, okay, ezért mondom Kenent egy mana. Lerakod Kenent megint egy manáért és dár. Hát ne jó, csak ahhoz meg kell, hogy hajna Kenened, érted? Ja, lá ja, mert jó, semmi nem szóltam. Oké, okay, értem most már, hogy mire beszélsz. Mert nem egyből megcsinálja, hanem lesz amikor meghal az üzemre ráj. Ja. De, de, de jó, jól mondod, rárakod kenen, re, kenen meghal, visszajön egy a kezedbe belőle, és le tudod rakni megint. Igen, nincs nincsen igen. az asztalon, igen. igen így van, igen. így van. De és akkor tudod vele egy kicsit pörögni. Ja, ja, ez igaz, amban nem rossz amúgy valami. Kenen mellé, tehát hogy minél hamarabb le tudod rakni az öt lapot, azt el tudom képzelni. Egy-kettő mondjuk nem igazán túl, él, él, túl könnyen, és valószínűleg egyetlen kérdés, hogy ez az egy darab plusz Kenen megére három manát, azért, hogy ezt az egy-kettes lapot lerak, mert amúgy ezen kívül ezzel többet nem fogsz támadni, mert ugye instant bele az első atakban, amit, amit levédik, és már pedig ezt le fogják blokkolni, hogy meghalljon különben lapot generál neked folyamatosan. Így van. Tehát az, hogy az engine generálja, ez nem jó. Uh, Oké, okay, Ioniában vannak módszerek, hogy meg tud védeni. A lap nagyon jól néz ki, amúgy nekem nagyon tetszik ez a színvilág rajta. Igen, tényleg faszasz az árt nagyon. Hmm. Egy elúzívót adunk neki, amúgy az úgy erős lehet nagyon. Akkor nem már túl erős ezen Nem úgy, én is. hogy neki, hanem ha valamilyen unital a support adsz neki. Mert amúgy ez egy lududekben se lenne szar. 4 négyre fölviszed végül is. 4- négyen se rossz, ja. Tudod vele mondjuk spammolni akár a. Á, van egy-két ioniai lap, ami azért ad az izét szupportot, meg piltó. Ja, igen, ez valami, hogy ez érdekes elképzelés, még nem tudom, hogy picit hogy tenném jobbá, nem tudom, hogy kell-e egyáltalán ennek a lapnak, hogy jobb legyen, vagy ez amúgy is broken, csak még nem látom, hogy miért az. De Te tekekhez például, ha ilyen Ionia Piltovers farmot játszol, az a tek, amelyik izé buffol mindent egy-egy everywhere, azt is tudod vele pörgetni, ott van elúzívadód. A. Nem mondom, hogy akkor nem fog meghalni a lap, de... Igen, mert ezt akartam mondani, hogy kontrollból szinte bármi megöli, egy Death Hand instant kiszedi, egy Mystic Shot instant kiszedi, egy Kajatus instant kiszedi, tehát minden régiónak megvan a fegyvere arra, hogy még a harmadik körben, amikor lerakod, egy instant megpusztuljon, főleg, hogy lehet ott már hat manád is. Úgyhogy... Hát igen, de érted, elég vele egyetlen egyszer támadnod, és De jó az, az meg nem hoz ki magából elég vele jut. Tehát egy támadással, egy egymanás, mondjuk ha kenyes hát... kenenes elképzelést akkor igen. Ha jó, nem a kenyes elképzelést csinálom, hanem mondjuk a, tekeset nézem, amit te mondasz, akkor igen, lehet, hogy egy full tudsz vele buffolni. Oké, okay, de gondolj, gondolj, mondjuk arra, hogy például az ellenfelednek valamit ki kell erre, hogy meg hogy kiszedsz belőle egy kontrollt erre a lapra. Hát de hát, Bár akkor meg három van, tényleg lehet, hogy drága, lehet kettőnek Ezt kéne lennie. Mondani, hogy a három van, meg akkor drága. Igen, lehet, hogy a két van lesz a jó megoldás. Ja. Valóban, igen. Katarina Student. wow. Látom, együtt izi edzenek segre. Persze, meg ugyanabba a szedben nyomják, váltogatják <laughs> egymás között. Na, három mana, kettő, kettő, noxus azt mondja, amikor őt szupportolják, akkor az összes buffot megosztja a leggyengébb unitoddal. Nem rossz. Na, ne, egyáltalán nem rossz. Ez megint csak egy support deckbe. Van egy-két support lap azért Noxusban, és bár nem, ott a Krikatak szupportoló. Szupport ja, szem. meg a Kato. Plusz 2-2 Igen. 2 2, 2, -2? 3? vagy... HP-t is ad? Szerintem csak a damage-et ad, szerintem 3-0 overwhelmet ad Kato. Mindegy, a leggyengébb is plusz 3-2 ja. overrun, az egyáltalán nem rossz Ja, ja, ja Ez, ez érdekesen hangzik, itt is mondjuk lulu is egész jó lehet, amúgy Lulu mellé szintén uh, Tarik mellé nem tudom, hogy mennyire szeretnék, mondjuk, a ta, mondjuk Targon Noxus-on is pörög most csak Leona Katarinával Hát akkor most lesz Tarik Katarina Tarik Katarina? Uh -huh. Jó, nem, nem Akkor megvan, megvan, ha egyszer bejön ez a lap a játék, olyan, ami ez hasonló, akkor mehet a Tarik Katarina It's Easy win Na nézzük tovább. Ja, Szyfem. Ez kvárja so, külön kérésre. Ez, ez egyik sárkány, ugye? Egy mesterséges sárkány, ezért nem kap Dragon Teget. A fekete rúzsa rakta össze. ah, nice, Szyfem. Ez benne volt a izébe is, a Dragon Lenses TFT-be. Igen. Na nézzük, Fury 4-4. Azt mondja, amikor szléjelek öt alkalommal, akkor áttransformolok uh, <sínt> Mi? Megy vissza még egyszer az még, még egyszer nem fogtam fel teljesen mit kell csinálni. Öt slate kell vele csinálni. Tehát öt, öt le kell lőni slate kell vele csinálni. <sínt> Demácia single -ok, meg De hatalmi. nem is kell, elég, elég, izé, még Kane equipment is tökéletes. Ja. Amúgy, mert ott is vannak strike egy Noxusban, amúgy is van még plusz ja. strike, azon kívül rengeteg minden lehet tudsz Jó, hát hülye vagy, hát a sikerül azt az ötöt megcsinálod, ez meg sibidi. 9-9, Challenger, dupla Fury, Regenerate. És így dobsz rá egy még, izé, akár equipment -ek. spell shieldet. Igen, de mondom, equipmentet, equipmentet dobhatsz rá scoutot overwhelmet, vagy pedig simán simán ban a burstért tehetsz rá a szintén overwhelmet. Mész, és mint a, a, kicsit hasonlít Deathwingre a Warcraftból, és mész is így elpusztítja a földet. Így Aha! Ez elég broken. Ez, elég bedesz ez alap szerintem ez abszolút kex. Legyen egy kex, szerintem hát, ez, ez így, omega Dupla, pején. dupla fury látok ízni, és amúgy kurva nehéz megcsinálni. Ötöt slay azzal az egy unittal, az sok. Igen, Négy szóval... Sok, de itt jön tényleg kell no, hozzá, hogy tudjen neki adni a barrier, meg ilyen szarokat neki adni. Igen. De ha ez, megcsinálod, win. Ez konkrétan az alap, amire megéri follower játszani. Aha, igen, így abszolút. Na, Knight of the Light. Night of the Light. Elit. Demácia. 5 mana. 5 négyes. Ta, Taf. 5-4 és Gloria. Mit is csinál a Gloria, a Gloria már volt egy ilyen uh, keywordünk, az azt csinálja, hogy amikor meghal, akkor visszarivájolja saját magát 1 HP-val a keywordjei nélkül. Jó, hát ez úgy, hogy TAF, 5-1-es TAF-on is broken. De a TAF nem lesz, de 5-1 lesz. Ja, a keywordjei, nem, a Glória keyword nélkül. Without, Without this keyword. keyword. Valóban, akkor TAF marad, tehát igen. Az, egy, tehát az egyik TAF megmarad, sőt, ha tudsz neki adni keywordet, vajon akkor... Az is meg, nem, az nem fog megmaradni rajta szerintem. Szerintem base copy -ba jön vissza. Visszajön így, csak a De... glória nélkül. Igen, a glória nélkül. 5 öt mana, 5-4 táv, hát ez egy teljesen jó lap, ez 5 manáért kétszer, vagy ez összesen 10 damage, 15. két, 15. Vé vérekező lap, miért 15? 15 pont, mert 15 pont, mert 5 meg De a HP-et nem nézem, ja. csak a damage részét néztem, az, hogy tough mind a kétszer, az Igen. meg csak extra spice ja. igazából. Jó, ez, ez, egy olyan lap, amit amúgy el tudok képzelni, mivel elit itt tök jó, mert summonolódhat szintén az 5 sp spellből. Igen, és szarra lehet buffalni amúgy az elit deckekkel. Igen, Igen, ez király, ez alap amúgy nekem kifejezetten tetszik. Ja, szerintem is fasza. A Petriside pillár picit újra dolgozva. The enemy can deal damage to your nexus by spell. Oké, okay, ez egy spell shield a nexusodra. Öt kör. I advance one round for each time when the enemy strikes to your nexus. Tehát ha megütik a nexusodat, akkor ez egyen lejjebb megy. Ha... Oké, okay, három mana, és nekem nagyon tetszik, mert akkor konkrétan három manáját lerakod, és akkor öt körön keresztül tudsz tehát konkrét ne, tehát nexus damage-et megételni. Hát spellekből. Spellekből, tehát az neked teljesen tökéletes. Az, a hát vagy spell. Mert szerintem ez azért öt mana, hogy a decimétet ki tud vele kantörölni. Hát de én azért mondom, Mert hogy... ezt három manán sem akarod feltétlenül lerakni, mert akárhányszor megütik a nexusodat, csökken egyet magától is, nem csak a körön kívül. Hát az, de az nem baj feltétlen, mert mondjuk ha azt, az hogy mondjuk nem csak spell, hanem spells or skills, akkor például egy energy-t kiherél teljesen. Igen. De ez csak spell. Hát, igen, ez csak hmm. spell. Így azért mondom, így ebben a formában nekem, annyi, nekem egy picit drága, nem, nem látom azt a value tehát az a baj, hogy landmarkból, tehát egy ilyen landmarknál, ami nem ad neked annyi plusz value csak egy ilyen defensív landmark, nem látok annyi value mint például a Piltover landmark, ami hiába 7 mana, egyszerűen olyan carry over neked yeah, yeah. későbbre, hogy az, ez, ez, az lehetetlen. Itt meg annyit csinál ezzel a film, hogy vár egy-két vár egy kört, vagy kihúz egy-két két-három elúzív pofon, és lejön. Lejön, tök mindegy, vagy, vagy csak elkezd börszpeleket kiúzadni, ezről csak az egyeket kilövi, aztán a kettőket a targetekkel Ja, mondom, én abszolút úgy érzem, hogy ő arra van, hogy told azt az egy-két kört, ami lenni szokott az ilyen decimétes De nekem ahhoz Mert sok. Manálma. Tavaly, tavaly augusztusban készült ez a lap, tehát lehet, hogy akkor pont decimét meta volt, és azért készült el. Mondjuk lehet, igen, de a decimét -hoz azért mm. hozzáteszem, hogy. Tehát me megint csak ott valószínűleg, ahol decimétet játszanak, ott sok unit van, Uh, előre lesz Tehát, ha decimétet akarod ezzel kanterölni, akkor lerakod ezt a landmarkot, nagy valószínűséggel, amikor ez lekerül, általában nem raksz már abban a körben unitot, és igen. az ellenfelednek van csak két lapja burn tudjuk nagyon jól, hogy mi lesz a következő körnek a igen. vége. Sajnos igen. Na, de csak visszatértünk a, a hősökhöz. Igen. A bajnokokhoz. Janna. Janna, Runter, uh, Régió. Elég Igen, elég zeldás, valóban. Négy mana, Kent Block, Origin Tailwind, megnézzük majd az mit csinál, hogyha nálad van, tehát beholdolod asztalon vagy a kezedbe, akkor az összes support card egyel kevesebbe kerül, oh. és a supporton plusz 2 HP-t ad arra a körre a support ide és Totál Statot 15-tel látott nevelni. Hát ez bármelyik teljesen beteg, még vaj, vagy minket. Vagy Vagy Ja, Luluval se rossz. Hát miért ez Lulu Supporttal mm. mit tudna? Alkotni? Ja, valóban. Lével ápolva pedig igen, ugyanezt csinálja, és amikor egy Elai tolva lesz, akkor egy-egyet ad még neki ezen a körön, tehát egy-hármat fog adni. Tehát 0-2-t ad annak, amit ő szupportol, és mindenkinek, akit szupportolnak, plusz egy-egyet abba a körbe. Jézusom! Nekem ez ilyen permófosnak hangzik. Ez gyerekek, ez. Na hát, ez Spicy? Igen. Kéne Spicy logót is csinálni. Spicy logót kéne, de még mindig nem csináltad meg a Spicy. Spicy. Na. Um, igen. Szóval Tailwind az origine Bármilyen support kártyát berakhatsz a be nem és is kell amikor, és amikor supportolsz, akkor grantol egy nullát neki. Nem kell Lulu, bármelyik torgon, bármit berakhatsz. Bármit. Teljesen broken. Teljes ahogy tényleg, broken. Ahogy tényleg az összes kibaszott support unitot az összes régióból belerakhatod. Minden elúzív lapot betennék meg az összes support. Ever és Kató, nem is kell a faszom, elúzív supportra menni, Megfogod, Jana lent van, lent van, mondjuk, lerakod még luludat. Nem, van hogy egy... lent legyen, lehet a kezedbe is. Lehet a kezedbe is, de több mindent, lerakom Janát, lerakom lulut, van még mondjuk lent az előző körökből kiírizett egy-két elúzív lapom, Jana ad Lulunak plusz két uh, HP-t, utána a support ad neki még plusz egyet, ha levelapolt plusz egy-egyet, azok kívül Lulu feltol valamit plusz, tehát 4-4-re négy valamelyik elúzív lapot, az kap még Janától plusz egy-egyet, plusz plusz két HP-t, ha már levelapolt. Oké, okay, tehát, és ez granteli vagy? Give, this round. Give, Aha, this round. Azért jó. nem kell egy permabuff és easy win targonban. Amúgy <laughs> igen, mellé rakod még, sima. a sima. sima. Ja, ezt el tudom képzelni. Vagy mondjuk valami sima. olyan hasznos régiót raknék mellé, ahol tudod, vannak szokásosan dinály, és kis kontra ah. esetleg, amivel, amivel, tudjuk a bordot nyomatni. Ja. Oké, okay. rendben. Ez a Norát. Ez itt. Norát, ja. Egy jó Nora. Nora is szupportok, easy win. Én imádom Norát. Na azt tudjuk. Bármivel tudok A signature spell pedig Jenna's Monsoon, 5 mana fast, heal an ally by one, then remove all units from combat. Hogy mi? Hogy mi? Tehát Ez konkrétan egy 5 manáért egy támadás. Egy combatot. Egy teljes combatot. Mert a broken jelző az egész patakra <haz> úgy ahogy van. Mehet neki a broken Az jelző. ultimate broken. Hát, geci. Jó, mondjuk még figyelj, lehet, lehet nem működne annyira jól játék közben, mint ahogy én elképzelem. De, csem, Ez a spell? Nem, nem, a spell, Jana. Lehet, hogy a, maga a champ még ha nem is annyira broken, mint ahogy mi elképzeltük, mert megnézzük, hogy játékban illetve minden, bár nekem elég erősnek tűnik hozzáteszem. Igen. De ettől függetlenül, ha lejjebb görgetsz és megnézed azt a signature sped, ami konkrétan vetekszik egy ruination-nel, öt van a fast tér, tehát megfogod, bullizhatod úgy az ellenfeled, hogy beraksz mindent neki, mit pont úgy, vagy, hogy pont egy HP-val szopott ki a izét a, 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 a Fogja kihúz egy spelt. Te megint megszopotod valami kis akár bármivel, és amikor már kihasználta a nagy részét, megmondod, hogy nem, nem kuka semmi nem hal meg, és mindenem híl elődik Igen. Egykel. Igen. Hát megy már a kibételtében egy csomó minden. Nem, ez minimum 7 mana legyen, minimum, de de fú. Értem azt pejét, mert amúgy tudom, mert tft is benne van ott, és ott is ilyen, e, ilyen igen. az a monszúnos izé. Aha, a, tornádó fölöki a cct egy van. kicsit. Igen, 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 de, de nem. Tehát ez öt van a fast ez egyszerűen maga a lap broken. Aha, Igen, én lehet, hogy ezt így levinném, és két darab használnék vele. A Tehát, hogy, hogy kettőt? Hát, hogy, hogy mi... csak kettőt, mint a izé a dupla stánnol öt manáért, a spawn manába megstimmelt, és oké, okay, Janna úgy, hogy híleljen egyet. Aztán azért nem jó megint csak, bár mondjuk fasz, hogy itt overwhelm te nem nagyon játszol support ekbe bár mondjuk a lehet support overwhelm, mert ha overwhelm le tudsz viszont játszani supportba, akkor azért a aztán is túl erős lenne. Mert dupla két jön unit elől, az geci erős. Ja, csak a te unitjaidat nem húzza vissza ez a spell a gombadból. Szóval. Amint, hogy itt most visszahúzod, hogy amúgy nem kéne, hogy visszahúzza. Hát igen, de és ez én mondom. így túl erős ez a lap. Igen, 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 ez így túl erős valóban. Senki nem sérül meg, senkinek nem lesz baja. Hát a spellek szerintem kimennek, mert csak kiveszi a unitokat a komodból, tehát ami, ami, mit tudom én, egy ilyen, ö, hogy hívják, a Scorch Durs azok kimennek, Mystic se tegyenek. Ja persze, Csak persze. hogy a backroom. Hát, oké, okay. szerintem ez teljesen broken igen, volt. Igen, szerintem is. Na, egy kis mém, Killing Machine. Oké, okay. tech. Négy mana tech, smash. Smash. Oh, az már volt, ugye? Szerintem még nem, de majd mindjárt megnézzük a keyordet. Discard your lowest cost card from your hand. Oké. Okay. Ez sok esetben nem úgy hasznos lehet. Uh, a a, 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 a piró jó. Na, ja, igen, discardek. Hát megint Meg, sinon is lehet. Olyan, olyan, mint a 4-3-as lap tudod pörgetni vele egy picit uh -huh. úgy az engine, hogy mellett egy, egy csánki lapot lent ingen, van támadni. Igen. Earthquake, van want to all attacking enemies, fleeting fast. És ezt mit csinálja? Ezt hogy mindjárt kiderül. Nem vagyok benne. Lehet, hogy a smash csinálja ezt? Deal, van all blocking Nem. Deal van to all blocking, blocking, enemy. Nem. All blocking en... nem az attacking enemies. Igen, is nem, ez, csak így van. Csak van egy ilyen fleeting spell. Semmi nem csinálja. M és mit csinál az alapot? A másik tag, A, ha. robot killing machine? <laughs> a robot killing machine, aki overwhelm és smash. Smash. És azt mondja, play, Grand me Plus one, plus one for each unit died the last, last round. round. Oké, okay, tehát plusz egy egy stratot kap az összes lapért, ami meghalt az előző körben. Jó, itt vannak, vannak, ez a lap is tud nagyon spicy lenni uh -huh. a megfelelő Igen. Ez, ez, meg, ez megint csak egy olyan lap, ami, ami, ami Finchin játszva elég, elég spicy tud lenni. Igen, igen, érdekes lehet. Annyi, hogy az earthquake nem értem, hogy... Miért fritting és miért... Aha, van igen. Nem füle... tudtam, hogy miért, lenni, mert ez a Smash, így ehhez a robotos Smash, ez így, 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 így érdekes, de... De hogy fleeting, akkor valaminek csinálni akéne, vagy nem? Nem, ennyi. Ez, nem. Nincs is semmi más. Jó, hát. Szerintem itt! Jó. Korabb, akkor, ezzel a, ezzel a kérdőjellel itt, itt be is fejezem. Akkor meg hogy kérdeznék kommentbe a... írjátok le, hogy, hogy miért, mi ez az őrszkék, hogy kerül ide, miért fleeting, mert amúgy nem rossz, csak nem értem. Várjuk a készítőjétől a magyarázatot, vagy a lapot hozzá, a többi ja. részét. Ja, ja, mert ez azt hiszem, hogy a Killing Machine vagy a következő lap csinálja, de nem, ez csak így, így itt van. Itt van, így, van itt egy őrszkvék. Gyorsan néz meg, mert fleeting. Ja, gyorsan nézz meg, mert fleeting, és hogy hogy kerül oda. Na mindegy. Köszöntük szépen a figyelmet, Legközelebb jövünk. Sziasztok. Sziasztok.